Ti dekoráltatok már valaha lámpabúrát? Én azt találtam ki, hogy a lámpaernyőre geometrikus mintákat fogok majd festeni, méghozzá szabályos háromszögeket, úgyhogy először megmérem, hogy milyen magas ez a lámpaernyő. Azért fontos, hogy a lámpabúra magasságához viszonyítsunk, mert hogyha azt szeretnénk, hogy szép, egyenletes, szimmetrikus legyen a minta ezen az ernyőn, akkor mindig a függőlegest kell nézni, és nem az, hogy körbe-körbe érjen a minta, hiszen az illesztést azt amúgy is majd mindig a fal fele fogjuk fordítani, de a lényeg az, hogy bárhogy is nézzük, fönt-lent stimmeljenek a minták. Azt számoltam ki, hogy ha 4-3 szöget egymás fölé fogok majd tenni, akkor milyen oldalhosszúságokra van szükségem. Úgyhogy én most kiszámolom, hogy 2x 4 cm magasság per gyök 3, az 4,61, én ezt bekerekítem 4,6-ra, tehát föl kell majd méregetnem 4,6 cm hosszakat, és akkor teljesen szabályos lesz majd a 3 szög. Közben azért elmondanám, hogy miért használok textilfestéket ehhez a dekorációhoz. Ez a lámpabúra belül műanyag, de kívül ez a rákasírozott textilrész, ez bizony vászon, és ezen a legtökéletesebben a textilfesték tapad. Ez azért nem volt olyan egyszerű művelet, mivel ez a hengerforma megnehezítette, hogy az egyenes vonalzommal így rárajzolgassam a vonalakat, viszont sikerült, úgyhogy most egyszerűen kimaszkolgatom azokat a háromszögeket, amikre nekem szükségem van. Ezeket nem tudom egyszerre megcsinálni, mert olyan a minta, hogy a háromszögek csúcsukkal érnek egymáshoz, úgyhogy külön-külön majd haladok sorban, aztán ahogy jönnek a háromszögek, úgy maszkolok. Kimaszkoltam egy részét a lámpabúrának, úgyhogy most jöhet a festés. Itt van előttem egy csomó textil festék, van közte teljesen sima, mindenféle színben, illetve vannak olyanok is, amik kicsit ilyen fémesen csillognak. Én most kivételesen nem színeset fogok festeni, hanem egy ezüst színt fogok használni, ettől egy kicsit elegánsabb lesz majd a lámpabúra. Én ecsettel fogom felvinni a festéket, de akinek úgy kényelmesebb, az ilyen kis szivacsal is felviheti a felületre. Még nem szeret meg teljesen a festék a felületen, de azért ilyenkor már óvatosan le lehet szedni a maszkoló szalagot. Természetesen, aki nem szeretne bíbelődni az egyedi maszkolással, az használhat akár stencileket is, nagyon sokféle mintából lehet választani. Nekem most nincs más dolgom, mint megvárni a teljes száradást, és a textilfestéket azt ugye vasalóval lehet fixálni a túloldalról, de ezt ugye nem szükséges, hiszen ez nem fogja a víz érni, nem fogjuk kimosni, úgyhogy én egyszerűen csak rászerelem a talpra, és készen is vagyok. Ha szeretnétek megtudni, hogy milyen trendi dolgokat lehet készíteni hobbi technikákkal, akkor iratkozzatok föl a videócsatornánkra!